Sziasztok, üdvözletem minden új palotáról, illetve Pestújhelyről, de a körvasúton épült új megállót fogom most megnézni ebben az esős időben. Itt állok most az egyik peronon. Megállóhely neve az most Újpalota lesz. Itt már egyébként régebben is volt megállóhely, Pestújhely néven. És nagyjából ugye ugyanott, ahol most is létezik, itt a régi megállóhelynek a betonkerítése meg is maradt. És valahol itt volt aztán egy épület is, egy ölház, amit a korábban lebontottak, közben esik az eső, aztán ugye potyog a lencsére is, de hát nem tudok mit csinálni, most ilyen marad. És egyébként itt azért egyelőre az oszlopokat kicserélték újra, viszont itt az egyik része alapból távolabb voltak a sinektől, és ennek az az oka, hogy itt volt egy iparvágány kiágazás valahol itt ezen a környéken, mert itt volt egy porcelángyár, ott nagyjából ott a két lakóház területén. Azért is hívják porcelán lakóparknak ezt az épülő, illetve már felépült házakat. Tehát, és oda egy iparvágány vezetett be innen a körvasútból a porcelángyár felé. És akkor ahogy látjátok, a szokásos viakolodos pedon épül. És itt vannak a kábelcsatornák is már megvannak, és itt lesz majd a különböző bizbel és hasonló kábelek. Egyébként a hangos bemondás az nem gépi lesz, hanem Rákos Szent Mihályról lesz kezelve, és a forgalmista fogja bemondani a vonatokat. Ez valami ez a döntés született. Hivatalosan ez csak egy idéglenes megállóhely, a MÁV legalábbis annak szánja, hogy a forgalmat fogják felmérni, hogy körvasúti személyszállításnál is. Első körben csak a Esztergomtól Angyalföldi közlekedő vonatokat hosszabbítják meg ezen a vonalon keresztül Rákosig. Egyébként korábban már volt olyan viszonylat, amíg Pilis-Csabától ment Pécelre. Tehát elképzelhető, hogy a jövőben valamelyik irányba hosszabbodni fog, akár Kőbánya felső keleti, akár Kelenföld felé is tovább lehet ezt a viszonylatot vinni, vagy akár Rákos után 80-as vonalon, vagy akár a 100-asban, bármeddig. A 80-as az reálisabb lenne mondjuk Pécel vagy Gödöllő, de ezt majd meglátjuk. És terben van még több megállóhely is, tehát például Rákosszentmihályon, és értetlen, hogy miért nem épült peron, mert ott az állomási épület is megvan, és még helye is lenne neki, ott a 92-es busznak közvetlen kapcsolat lenne. Már mindjárt kitérek arra is, hogy itt milyen átszállási kapcsolatok vannak, nem olyan jó, mint ott lenne. Valamint a Kerepesi útnál, Rákosfalva néven is terben van egy megálló. Ami viszont ott lenne, ahol a Kerepesi útat keresztezi a körvasút, illetve a hévsineket is ott keresztezi, tehát a hév megállót áthelyezve oda. Ott szintén egy ilyen hév nagyvasúti átszállási kapcsolat jöhetne létre. Valamint még szerintem érdemes lenne egy megállóhelyet rakni, ott ahol a 69-es villamos átmegy a körvasút alatt, és akkor ott az szintén lehetne egy átszállási kapcsolat. De talán már ott is terve van egy megállóhely, hát nem tudom, hogy valamikor megvalósul-e. Ugye ez itt elkészül, és nem tudom, májustól vagy áprilistól ez már ilyen használatban is lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz egyébként népszerű, bár szerintem egyébként igen, mert így a Újpalotától az Ugló fele, meg a Rákos fele, ez sokkal gyorsabb alternatívát az átszállás nélkül, mint amit most a BKV tud nyújtani. Igazából így kereszt irányban nagyon viszonylatok nincsenek. Csak sok átszállással lehet ezt megoldani. Tehát például innen, tehát ott látjátok, ott a Molnár Viktor utcai felüljárónál is, hogy a buszok mennek, ott ugye szinte percenként járnak a buszok, és a Bosnyák-téren át lehet szállni a 3-as villamosra, amelyikkel lehet ugye az Öves vezértere fele menni, viszont onnan még azért Rákosra eljutni, szintén csak sok átszállással lehetséges. És akkor menjünk tovább, megnézem a másik oldali peront, és úgyis arra kell menni. És akkor itt látjátok a régi ugye, átkelőt, ez egy gyalogos átjáróként ez most is megvolt, és ez így is marad, nem lesz biztosított, az a későbbiekben egyébként van terve arra, hogy fénysorompót is szerelnek ide föl, de most egyre nem lesz. Viszont legalább kicserélték gumielemeste az átkelőt, ez már fejlődés. Megállítólag lesz lámpa. Majd tehát a biciklisednek is egyszerűbb lesz az életük, mert itt a lépcső helyett lesz egy ilyen biciklis lámpa is, ahol a biciklit lehet lemegföltolni. De jelenleg, hát ilyenek is érdekesség, ide fel van írva, hogy vonat. Hát ez font, akkor gondolom ez az új generációnak, vagy van akkor, aki a telefonját nyomkodja állandóan, és lefele néz, hogy ezt talán észreveszi. Na, nézzem, tehát én ilyen szemben érdekes, tehát jössz így, nyomkod a telefonodat, nem nézel föl, és ezt viszont lehet, hogy észreveszed itt ezt a vonatkiírást.
Egyébként átszállásig a kapcsolatban annyira nem jó a helyzet, mert a következő megálló a Molnár Viktor utca az egy a 300 méterre van a Maldébb, és itt is a Miskolci utca, és legalább egy 200 méter, hogy oda fogok egyébként majd én is menni, mert ott szállok majd fel a hetesre, vagy valamelyikre, amelyik éppen megy a Bosnyák fele. Hát, hogy ez a közeljövőben itt lesz-e változás ez így, azt nem tudom igazából, itt majd nagyon nem lehet megállót csinálni. Max, hogy a Molnár Viktor felüljáróig át lehetne ugye helyezni valamelyiket, de hogy van-e értelme, hogy nincsen, mert vagy egy új busz megállót ide kirakni közelebb, de hát most azért, hogy 200 méter gyaloglás megspóroljon az ember, nem biztos, hogy érdemes. Meg az még csak még jobban lassítana az amúgy is, hogy minden bokornál megálló hetes buszokat. De szerintem ez így nem lesz, viszont későbbiekben esetleg lehet majd ezzel is gondolkodni. Mert magán a felüljáró megállót kialakítani, az nem tudom, hogy mennyire lehetséges-e. Nyilván ott és csak az egyik peront lehetne vele elérni, mert jó szokás szerint a két peron az nem egymás mellé épült a két oldalra, hanem az egyik eltolva. Ezt újabban az nagyon sok helyen látom, hogy ezt így csinálják. Én nem értek ezzel egyet, mert szerintem semmi értelme, plusz az egyik oldalról csak feleslegesen növeli a rágyaloglást, de szerintem valami biztonsági előírása lehet, bár igazából nem értem. Például a Mezőbelényben is így van, hogy az egyik peron jóval messzebb van, és ebből csak annyi van belőle, hogy jóval többet kell visszagyalogolni, mint hogyha a felvételi épület mellé épült volna az is, ahogy régebben volt. De hát ezt nem tudom, hogy ez miért van. De egyébként maga az ötlet, hogy a körvasútat a személyszeretesebb ebben volna, az nagyon jó, és már régebben meg kellett volna tenni. Tehát így, mint ez ilyen nulladik lépés, szerintem ez a megállóhely építés, ez teljesen rendjén van. És új palotának is jól fog tenni a közlekedésének. Hát akkor ebből az esős napban akkor legyen ennyi elég, mert teljesen szétrázik a kamera, és akkor itt be is fejezzük. Sziasztok! Okay.